szilikonkarikával ellátott előkével fogok horgászni, melyre egy zsugorcső fog rákerülni. A zsugorcsőnek annyi a szerepe, hogy rugalmassága, illetve egyben merevsége révén segíti az akadást, hiszen amikor a ponty beszívja a csalit, ez a zsugorcső ez megakad a ponty szájába, és ezáltal befordítja a horgot. A szilikon karika pedig azért nagy segítség nekünk, hiszen többszörösére nyúlik, ezáltal akár egy 10 mm-es csalit is felhúzhatunk rá, vagy akár egy dupla 20-ast is. Tehát nagy tartományban tudjuk variálni a csalit, és mindig azonos helyzetben fog állni a horog mellett. Zsugorcsőből én egy 2,4 mm átmérőt fogok használni, melynek melegítés után az átmérője jelentősen csökken, és tökéletesen rá fog simulni a horog szárára. Ebből levágok egy körülbelül 2 cm hosszúságot, mert fel fogunk húzni a horog szárára. Az előkémen egy készfül található, mert egyszerűen el tudunk fűzni nagy átmérőjű zsugorcsövön. Ezt egyszerűen csak rá kell húznunk a horog szárára, és egészen a horoghegyéig letolhatjuk. Tehát ez így néz ki alapállapotban, ezt fogjuk rá zsugorítani a horog szárára, és 45 fokos szögben meg fogjuk hajlítani. Ezzel a mobil gáztűzhelyre fogom felmelegíteni ezt a kevés vizet. Piezógyújtó segítségével egyszerűen be tudjuk gyújtani. Ez elméletileg 2 perc alatt felforral 1 liter vizet, úgyhogy elméletileg gyorsan kész leszünk vele. Célszerű egyébként több előkét előkötnünk, hiszen belelógatjuk néhány másodperc, és már rá is van zsugorítva a zsugorcső. A vízünk felfort, egyszerűen helyezzük bele forró vízbe. Jól látszik, hogy az átmérője jelentősen csökkent. Picit visszahelyezem, és körülbelül 45 fokos szögben meg kell hajlítanunk. Ez így tökéletes. Ennek a csőnek a rugalmassága fogja segíteni a biztosabb akadást. Az előkémre egy 20 mm-es bojlit fogok felhelyezni. Fűzőtűt helyezzük a szilikonkarikába, majd egyszerűen húzzuk fel a csalit egészen a fémkarikáig. Ide már csak egy stopper hiányzik, melyel meg kell ütköztetnünk a csalit. Miután a stoppert belehelyeztük a szilikonkarikába, vissza kell húznunk egy picit, hogy megfelelően tartsa. Ez így tökéletes is lesz. És jól látszik, hogy a fémkarika majdhogy nem a horog öbléig leért, tehát körülbelül egy ilyen 1 cm-es távolságban van most a csali a horog öblétől. Ezzel még nem vagyunk teljesen kész, ugyanis nekem bevált szokásom és bizonyította jól működik a legtöbb vizen, hogy egy picit körömmel néhány darabot kicsípünk csaliból, ezáltal azt a hatást kelti majd a vízben, hogy már több órája benn van. Ugye szokták előráztatni, kiáztatni vízben, de én ezt a módszert javaslom. Természetesen, hogyha a csali rajta marad a horog mellett, miután kapásunk van, nyugodtan használhatjuk tovább.